tisztességes béreket neki. Az elmúlt hetekben a kormány elfogadta a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Máger Andrea javaslatát, amely az állami vállalatok béremelését illeti, de még ez sem ment túlságosan könnyen, nagyon nagy húzavona előzte meg, január óta ment az ígérgetés, ennek tükrében különösen szomorú, hogy sajnos ki kell mondanunk, ez a fajta fizetésemelés igencsak idézőjeles, tulajdonképpen semmire sem elég. Ez egy 3 éves időkereten belül megvalósítandó fizetésemelés, amely érinti a postai dolgozókat, a MÁV és a Volán alkalmazottakat. Csak a példa kedvéért a postai dolgozók jövőre mintegy 4%-nyi béremelést tehetnek zsebre, tehát még egyszer mondom, igencsak jelképes ez a béremelés, de ugyanilyen százalékokat láthatunk a volánosok vagy a mávosok esetében is. Ez különösen annak tükrében felháborító, hogy egy átlag postás, vasutas, buszsofőr nagyon sokszor éppen csak meghaladó összegeket visz haza a minimálbérhez viszonyítva, tehát akkor mégis azt lehet mondani, hogy lényegi béremelés nem történt. Pedig, amint olvassuk, Máger Andrea, aki ismétlem a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter, a Forbes magazin szerint Magyarországon a női közszereplők közül a legbefolyásosabb, de az összesített listán is azt lehet mondani, hogy Magyarország 19. legbefolyásosabb személye. Na most úgy tűnik, hogy ezt a befolyását nem tudta, vagy talán nem is akarta ladba vetni a postásokért, vasutasokért, buszsofőrökért. Persze azt is tudjuk, a Mi Hazánk ezzel tisztában van, hogy az egész jelenség messze túlmutat személyén, hiszen az elmúlt 30 évben kormányokon átívelően nézték semmibe a postásokat, mávosokat, volánosokat. Pedig, ha a leveleket senki nem viszi ki, a buszok és vonatok nem indulnak, akkor az ország nem működik. A tűzzel játszanak tehát azok, akik a szépen berendezett, télen fűtött, nyáron klímával hűtött irodaházakban dolgoznak, illetve hát nem dolgoznak, nem teszik a dolgokat, és nem hallják meg a dolgozók jogos követeléseit. A Mi Hazánk mozgalomnak egy kétlépcsős javaslata, követelése van arra, hogy hogyan lehetne rendezni a postások, vasutasok, buszsofőrök helyzetét. Először is be akarunk vezetni egy 50%-os béremelést, majd pedig egy olyan normális bértáblát szeretnénk megalkotni, amely az inflációt figyelembe veszi, és egy kiszámítható jövőképet, életpályamodellt ad a dolgozóknak, és ne kelljen harcolniuk minden évben egy-két morzsáért, ahogy ezt egyébként idén is láthattuk, de a korábbi években is. Erkölcsi és anyagi megbecsülést szeretnénk tehát postásoknak, volánosoknak, mávosoknak. Úgy tetszik, tisztességes béreket, ahogy itt olvasható is, és ezt a plakátot emlékeztető gyanánt a közelben lévő illetékes minisztérium épületén el fogjuk helyezni, és azt üzenjük, hogyha az elmúlt 30 év kormányai, mind a balliberális, mind a fideszes kormányok ezt a kérdést nem tudták, de nem is akarták megoldani, akkor ezt majd a Mi Hazánk mozgalom fogja megoldani, amennyiben a választók erre felhatalmazást adnak nekünk.